Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 26-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Dobri Dániellel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetőjével, majd egy irodalmi estre, illetve a Diótöröcske színpadi bemutatójára látogatunk el. Tartsanak velünk! Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem, vendégem Dobri Dániel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője. Tisztelettel köszöntelek. Szia, Lajos. A beszélgetésünk tárgya pedig, megmutatom a plakátot is, október 28-án csütörtökön 19 órakor a Szabadságharcos úton, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar helyén a Csendkörei című koncertre kerül sor. És hát ezzel tulajdonképpen most már tényleg belevágunk a kortárs művészetbe mindenképpen, hiszen, és erről fogunk beszélgetni Dobri Danival, Dobri Daniel Wolfgang elsüllyed egy pohár vízben, egy ősbemutató, még egy ősbemutató a Seasong, Lázár Daniel műve, Mark Simpson Geysir, magyarországi bemutató, illetve hát, hogy legyen valami klasszikus is, Wolfgang Amadeus Mozart B-dur szerenádjából hallhatunk majd részleteket Dobszai Péter vezényletével. Mi viszont a csend köreiről beszélünk, most ti egy Huxley idézettel, illetve Huxley-ra hivatkozva beszéltetek erről a darabról, én viszont találtam egy Martin Mayer idézetet, azt hiszem, hogy ez abszolút ideillik. Mondja ő, hogy kezdetben van a csend, és a zene a csendből jön. Azután következik az a megmagyarázhatatlan csoda, ami a legkülönbözőbb hangzások és struktúrák alkotta folyamatokból összeáll. Aztán visszatér a csend voltaképpen a zene előfeltétele, mondja ő. Én azt gondolom, hogy teljes egészében igaza van. No, hát akkor beszéljünk Wolfgangról, aki elsüllyed egy pohár vízben. Ugye megtapasztaltuk már egy alkotásodat, láthattuk itt augusztusban a Bartók Béla téren, és azt is jól fogadta a közönség. Viszont fel kell készülni, nyilvánvaló itt ebben a sorban, hogy a kortárs zene az ad, de csak azok tudnak, akik felkészülnek erre. Mert kicsit más. Így van, ezt lehet mondani, bár nem gondolom, hogy feltétlenül előképzettséget igényelne, sőt semmi esetre sem igényel előképzettséget ennek a fajta zenének a hallgatása, sokkal inkább nyitottságot igényel, sokkal inkább azt a fajta szándékot, azt az attitűdöt, azt a fajta nyitottságot, aminek a segítségével az ember be tud fogadni minél többféle hatást és minél többféle gondolatot. Most hát ennek a koncertünknek az a mondhatni sajátossága, hogy mi a zenére való nyitottság és az absztrakcióra való hajlam mellett, tehát az absztrakció mellett egyfajta társadalmi gondolatot, társadalmi üzenetet is szeretnénk társítani ehhez a koncerthez, a Csend Körei című koncertünkhöz. A Csend Körei idézet egyébként Hamvas Bélától származik, ő beszél Huxley-ról ebben az idézetben, ami a plakátunkon is szerepel, és hát az a gondolatiság ennek a koncertnek Hamvas által, hogy a csend köre az egyre szűkül évről évre és napról napra, és egyre kevesebb a csend a világunkban, és egyre nehezebb megtalálni azokat a szituációkat, azokat a helyeket, ahol csend van. Hogy kapcsolódik ez, ahogy ő befejezi, a meghittség köre egyre kisebb, mondja ő. Hogy kapcsolódik ez a kortárs művészethez, a kortárs klasszikus zenéhez? Igen, a meghittség köre egyet jelent valójában a csend körével, ez szerint a gondolat szerint, és azon kezdtünk el gondolkozni Nagy Péterrel, valamint Dobszai Péterrel, hogy mi az a fajta elem, ami ebben a mi európai klasszikus hagyományunkon nyugvó kortárszenénkben vagy klasszikus zenénkben közös. Mivel ugye nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy mi az a kortárszene, rendkívül sok ága van, sok műfaja, sokféle eszköze, és hát igazából első hallásra mondjuk egy mai kortárs darabnak nem sok köze lehet mondjuk egy Mozart darabhoz. Ugye a hallgató nem biztos, hogy azonnal hallja a
azokat a pontokat, amelyek azonosak a kettőben, vagy a kapcsolódási pontokat. És én arra jöttem rá, arra jutottam, hogy az a dolog, az az összekötő elem, ami közös ezekben a fajta zenékben, az a csendnek a használata, hogy ez a fajta zene, ez az európai klasszikus zenei hagyományukon nyugvó stílus, ez mindig használja a csendet, mint egy kompozíciós elem. Tehát mindig operál, mindig dolgozik a csenddel, mer csendet is alkalmazni a darabokon belül. Ez ugye a rádióban hallható zenékre, vagy egy bárban a háttérzenére alapvetően nem igaz, mivel napról napra egyre jobban félünk a csendtől, és egyre kevésbé merünk csendben maradni, mivel akkor egyedül maradunk a gondolatainkkal, és elkezdünk gondolkozni, ami lehet, hogy nem mindenkinek jó mindig. Akkor beszéljünk Wolfgangról. Igen. Wolfgang. Ez hogy kapcsolódik? Hát úgy mentünk aztán tovább ezen a gondolaton, hogy akkor kéne találni egy hangszer összeállítást, egy hangszerelést ehhez a koncerthez. Csend, víz, szél, ilyesmi gondolatok, meg kulcsszavak fogalmazódtak meg bennünk, természet, ugye, ami a csendből következik, és innét jött a gondolat, hogy akkor a hangszerelés lesz az, ami összeköti ennek az estének a darabjait, az a közös a három kortárs darabban és a klasszikus Mozart műben, hogy mindegyik ugyanarra a hangszer összeállításra épül, ami egy nagyon sajátos hangszer összeállítás, ez Mozart Grand Partitájának, vagyis B-dur szerenádjának a hangszer összeállítása, ami 13 fúvós hangszerre, vagy 12 fúvós hangszerre plusz egy nagy bőgőre épül, tehát ez a 13 hangszer fog helyt kapni, szerepet kapni a mi koncertünkön is. Innét jött az ötlet, hogy akkor vegyítsük a kortárs zenét Mozart zenéjével, és nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy, és hallgassuk meg leginkább, hogy mik a különbségek, és mik az egyezések. Mielőtt Lázár Dániellel folytatjuk, hadd kérdezem meg, nagy kihívás ez egyébként? Azt hiszem, hogy addig nagy kihívás, amíg az ember nem találja meg azt a központi gondolatot, vagy tételmondatot, ahogy egy darabírásnál is. Hogyha megvan az a fő gondolat, vagy irány, amire épül a darab, akár egy zenemű, akár egy teljes koncertnek a gondolatisága, akkor onnantól már magától jönnek a gondolatok. Ez a Wolfgang elsüllyed egy pohár vízben, ez az én darabom, ami elhangzik ezen a koncerten. Azt hiszem, hogy erre is ez igaz, mivel ennek a darabnak pedig egészen konkrétan az a gondolatisága, vagy inkább nevezzük úgy, hogy programja, mivel ez egy programzene, hogy ebben konkrétan megjelenik egy kis Wolfgang Amadeus Mozart zenéje, igen, egy nagyon pici töredezettségében megjelenik Mozart zenéje, és hát ez a Mozart vagy Mozart zene szétesik és elsüllyed a darab során, és hát majd kiderül a koncert, hogy mi történik. Lázár Dániel darabja, Sziszong. Lázár Dániel darabja szintén ős bemutató lesz. Ennek az a különlegessége szerintem, hogy az ő darabja nagyon-nagyon konkrétan komponál a csenddel. Tehát nagyon-nagyon konkrét, nagy csendek vannak a darabon belül, és ez nagyon-nagyon jól érzékelteti az, hogy hogyan tud ez a műfaj együtt dolgozni a csenddel, hogyan tudja használni a csendet. És a Geizir pedig értelemszerűen kapcsolódik hozzá. Ez egy különleges darabban az értelemben, hogy magyarországi bemutatóról van szó. Így van. A Geizir Mark Simpson angol zeneszerző, egyébként szintén egy fiatal zeneszerző, azt hiszem, hogy 88-as születésű Mark Simpson, de már többször írt a BBC zenekarának, tehát egy igazi világsztár szerző. Én néhány évvel ezelőtt megismerkedtem vele Budapesten, amikor itt adott egy koncertet a Zeneakadémián. Azóta is többé-kevésbé, de tartjuk a kapcsolatot. És ezt a darabját, ez azt hiszem, hogy ez tavalyi vagy 2009-es darabja, tehát nagyon-nagyon friss kortárs zene. Szerintem az utóbbi évek egyik legjobb darabja így világszerte. Ugye ez is erre a 13 fúvós hangszerre íródott, és egy Geizirnek a kitörése jelenik meg ebben a műben.
És akkor a végén eljutunk az alaphoz tulajdonképpen, Mozarthoz, a B-dur szerenád részletből. Ez mennyiben kapcsolódik, illetve hát elmondtad részben, hogy miként kapcsolódik az előző három darabhoz? Hát azt hiszem, hogy az is egy koncepció volt, hogy ez a három új darab és a Mozart Grand Partita tételek, ezek egy teljes nagy kompozíciót vagy nagy formát alkossanak, és én ezt úgy képzeltem el, hogy hát hogy nem felváltva használjuk ezeket, hanem valahogy most ez az egész úgy néz ki, hogy a kortárzenetet, az új hangzások, új hangszínek, azok adják meg a keretét az estének, és mint egy adventi naptárban a kis csoki bombonok, ott vannak a közepén Mozartnak a tételei, Mozart zenéi a Grand Partitából. Hát érdeklődéssel várjuk, de különleges lesz ez az este. Ugye azt már mondtam, hogy Dobszai Péter vezényel, mert hogy Fanándival fogunk találkozni ismét. És ha csendről beszélünk, akkor és a hozzá kapcsolódó különböző zörejről, marajokról, akkor ha valaki, akkor Fanándi tudja, hogy mit jelent ez egy óceáni vitorlás túrán. Ugye körbevitorlázta a világot, a mi világunkat, és ráadásul Nagy Peti, Nagy Péter, a Vörös Marti Színház művésze fog beszélgetni vele, akiről tudjuk, hogy mindig keresi minden egyes megszólalásában, és nyilván ebben a beszélgetésben is a mélységeket. Így van, hát Péterről tudni kell, hogy ő egy elég komoly hobbi vitorlázó, és vannak neki is ilyen komolyabb utakra szándékai és tervei, és hát onnét jött az ötlet, Fanándor, óceáni szólóvitorlázó, világhírű hajóépítő és vitorlázó meghívására, hogy hát azon kezdtünk el gondolkozni, hogy ki az az ember, nem zenei körökből, aki a legtöbbet tudna mesélni nekünk a csendről, vagy akivel a leginkább tudnánk beszélgetni erről a kérdésről, és hát ki más lenne, mint az, aki heteket, hónapokat töltött el az óceán közepén, egyes egyedül, többször is az életében. Ez abszolút lélekápoló mindenféle értelemben és értékmentő, ahogy tetszik. Lesz folytatása? Gondolkodtok már a kortárs zenei műhely folytatásában, illetve a hasonló művek bemutatásában? Ó, természetesen, rengeteg sok tervünk van, most már hamarosan napvilágot is fognak látni a terveink a következő évre vonatkozólag. Nagyon változatos lesz, és remélhetőleg nagyon sokoldalú és izgalmas mind a kortárzenei, mind a klasszikus zenei évada a zenekarnak. Én azt hiszem, hogy most ez a szlogán vagy gondolat, ami a csendkörei mellett most itt helyet kap, ami pedig nem más, mint a fenntarthatóság, azt gondolom, hogy ez a fenntarthatóság, ez legalábbis a kortárs zene szempontjából, de a klasszikus zene szempontjából is jellemezni fogja az évadunkat. Erre még szeretnék egy nagyon picit kitérni, hogy a fenntarthatóság az itt ebben az esetben nem csak a külső fenntarthatóságot jelenti, hanem a belső fenntarthatóságot is, hiszen nagyon fontos a fenntartható energia környezetvédelme, nagyon sokat foglalkozunk ezzel, hála Istennek egyre többet, de nagyon fontos, hogy a külső fenntarthatóság és a külső környezet mellett időt szakítsunk a belső energiáink fenntarthatóságára is. Ez maga a csupa nagybetűs ügy, ha úgy tetszik, és rendkívüli felelősség kíséri minden egyes gondolatunkat, mozdulatunkat, megjelenésünket. És hát én nagyon szépen köszönöm. Én Dani, köszönöm. És még egyszer hadd mutassam el a nézőknek a csendköreit, tehát október 28-án csütörtökön 19 órakor a Szabadságharcos úton várjuk Önöket. Higgyék el, megéri a csend jegyében. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Gyöngy élet címmel zenés irodalmi estel várták a nézőket a 7-7 játékmúzeumban. Az esten a Biedermeier korszak dalaiból és verseiből hallhattak válogatást az érdeklődők. Egy
terv megvalósulásának lehettek tanúi azok a zene és irodalom kedvelők, akik ellátogattak a Hetet Hét Játékmúzeum Réber termébe. A korok, intézmények és műfajok találkozásáról szóló Gyöngy élet zenés irodalmi est a Biedermeier jegyében született meg Nagy Veronika gondolataiban, hogy aztán Ferenczi Noémi Radicséva, a Ciszterci Gimnázium növendékei és a Muzikolor énekegyüttes jóvoltából öltsön formát. Én kerestem meg két kiváló alkotót ezzel a lehetőséggel, és már ez 2 évvel ezelőtt történt, csak sajnos ezt a rendezvényt már 2-szer kellett elhalasztanunk a koronavírus miatt. És az ötlet az egész egyszerűen csak az volt, hogy szerettük volna a zenével és az irodalommal közelhozni a közönséghez a Moskovszki gyűjtemény babaszobáinak a kis miniatűr világát, amit ugye a lakáskultúrán keresztül látunk, a Biedermeier polgári világot, és szerettük volna ezt a zenével és az irodalommal megteremteni, hozzátenni ehhez a lakáskultúrához, és úgy egyben élvezni és megmutatni, hogy milyen volt ez a polgári világ, ami tőlünk egyre távolabb kerül az időben, azt gondolom, de talán ezzel viszont egyre értékesebbé is válik. És ehhez a két kiváló alkotó, Radicséva és Ferenczi Noémi, a Ciszterci Szent István Gimnázium tanárai, és Noémi hozta az irodalmat, méghozzá diákok segítségével, tehát a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai lesznek a prózamondók, az irodalomnak a tolmácsolói, Radicséva pedig hozta a zenét, Molnár Orsolya fog zongorán közreműködni, Molnár Péter klarinéton, Radicséva énekel, és vendégünk lesz még a Muzikolóra énekegyüttes is, és így fog összeállni ez a reményem szerint nagyon komplex és nagyon szép műsor. Nincs benned fürgeség, nincs egy jó gondolat. Megfogni szárazon nem bírnád a halat. Mit használ szép szemed, ha csak bámulsz vele? És nátszál termeted, csak lengeség jele. Mi haszna vagy fehér, ha kebled jégverem? S fejed szép fürt alatt egy eszmét sem terem. Mindössze is csak egy csinos kis bábú vagy. Tetemben nem csekély, de lelked híja nagy. Ferenczi Noémi a Ciszteres Fehér Holló diákszínpad mestereként már számtalan klasszikus előadást levezényelt, de most Vörös Marti Petőfi, Szigligeti Ede, Krúdi és Karinti Frigyes veretes versbeszőtt gondolatai mellett a különleges Biedermeier stílust kellett ötvöznie a megszólalásokkal. A Biedermeierről nekem csak a naftalin szag jutott eszembe hirtelen, úgyhogy gyorsan össze kellett kapnom magam, és nyilván utána olvasni, hogy miről is beszélünk. A tárgyi kultúra az úgy megvolt, de az, hogy konkrétan mi tartozik ide az irodalomból, az már egy kicsi kutakodást igényelt részemről. Érdekes feladat volt. Nem mondanám, hogy Biedermeier a kedvencem, vagy hogy azt hiszem, hogy nincs is olyan ember, aki erre a langy melegre vágyna, ami a Biedermeier, de minden esetre egy szín volt a művelődésnek a palettáján, és ilyen értelemben érdekes volt kutakodni, szövegeket találni, összeállítani, és a paletta az széles, valóban a kifejezetten Biedermeier hangulatú Petőfi, illetve Vörös Marti versektől egészen Szépernőig terjed. Az egymásba fonódás misztériumára a Muzikolor énekegyüttestől és Radicsévától is méltó válasz érkezett. Louis Spohr és Franz Schubert dalaival kalauzoltak el bennünket a Biedermeier interiőrbe. Nem áll hozzánk közel annyira ez a korszak, mint amit általában szoktunk énekelni, úgyhogy tulajdonképpen kihívás abban az értelemben, hogy a romantika zenéje az nagy kórusra és nagy zenekarokra íródott, és mi pedig csak egy 6 fős kis kamaraegyüttes vagyunk, de megtaláltuk azt a kis szűk mesdjét, amiben otthonosan tudunk mozogni, úgyhogy élvezzük azt a 2 darabot, amit mint Muzikolóra énekelünk, és ezen kívül én szóló dalokat énekelek, ami viszont a romantikában gyönyörű dalok vannak, tehát amit én is élvezek, és amiben megtaláltam saját magamat. Mit hallhatunk? Schubert dalok fognak megszólalni, és kuriózum talán
Spohr nevezetű német szerzőnek a Hat német dal című ciklusából a Zwiegesang című kis dalocska, ami zongora kísérletre és szólóéneken kívül egy klarinétra íródott. Ez nekem is egy újdonság volt, és örülök, hogy megismertem az énektanáromon keresztül ezt a sorozatot, úgyhogy ez egy ilyen kis lubickolós, nagyon kis kedves darab. Egy csók mi az? Maga nem érti, mert maga férfi. Az, hogy leszakad az ég, meghaltam itt a más világ. Csók, bűvön messzi, messziről, ó, az a mesés kora a sziget. Utazni kell oda hajón. Az a csók, az fél elájulás. Az egy kis megbolondulás. A szép számú közönség az előadáson megbizonyosodhatott Zolnai Béla a magyar Biedermeier atyának meghatározásával, miszerint a Biedermeier és a vele egyidejű romantikus irányzatok öröksége szelíd és szolíd szellemi kincs. Új meseelőadással jelentkezett a Vörösmarty Színház, a Diótöröcske Csukás István utolsó színpadi műve, amelyet kifejezetten a Fehérvári Társulat felkérésére írt. Történet a gyerekkor csodálatos világában játszódik. A Vörösmarty Színház Kerkai Rita rendezésében mutatta be Csukás István utolsó, külön a Fehérvári Színház felkérésére készült Diótöröcske című mesedarabját. Az előadást Kerkai Rita jegyzi, aki alapos kutatómunkával állt neki a koncepció kidolgozásának. A Kossuth Díjas költő meséjének ősbemutatójával a nagy mesemondó előtt tiszteleg az alkotói gárda, és röpíti mostantól a gyerekeket a varázslatos mesevilágba. Volt egy csodálatos diótörő előadás évekkel ezelőtt itt Fehérváron, amit azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha valahogy nem tudom annak az előadásnak a története vagy varázslatossága valahogy egy picit át tudna öröklődni a most készülő előadásba, illetve az, hogy hát Csukás István sajnos nem érhette meg a bemutatót, és valahogy szerettük volna azt, hogy ez egy ilyen keretként bekerüljön a történetbe. És ezért elkezdtük a szöveget úgy vizsgálni, hogy összehozható-e Beckett utolsó tekercsével. És annak az instrukcióit használva, vagy átemelve elkészítettünk egy kerettörténetet, amiben valójában ez a darab születése. Szóval miközben látjuk magát a mesét létrejönni, ezt a káprázatos mesevilágot. Milyen éjszaka, apa, maradt-e még egy kis csoda? Ha mindenki aluszik, kaplan alá elbújik. A darab fő vezérmotívuma az elfogadás, legyen szó a gyermeknél önmaga elfogadásáról, vagy a másik hiányosságairól. A gyermeki barátság szövődéséről szól, ahogy a kisemberek megpróbálják önmagukat definiálni. A darab zeneszerzője Matkó Tamás számára, aki a Nuka a világjáróban már belekóstolt a társulattal közös munkába is, nagy kihívás volt ez a mindenkihez szóló előadás. Az nincs benne a tervben, hogy most egy bizonyos stílusban, egy konkrét zenei stílusban fogalmazzunk meg, hanem sokkal inkább az van, hogy amit kiad maga az anyag, tehát ebben nagyon lazán és eklektikusan gondolkozunk, hogy bizonyos helyek, amit indokolnak, olyan zenei nyelvet fogunk hozzárakni, és ebben van, igen, vannak 21. századi stílusok, de ugyanúgy sok esetben visszanyúlunk egészen, vagy akár beidézünk konkrét zenei témákat a zenetörténet különböző pontjaiból. Az álmomból ébredve, szinte már elfeledve, a darab dramaturgia Perczel Enikő, aki végigkísérte az alkotói folyamatot Csukás Istvánnal, amelynek az író minden idők legnagyobb magyar mesemondójának fájdalmas halála vetett véget. 2017 karácsony előtt tartottunk egy műsortett megbeszélést a Vörösmarty Színházban, és arról beszélgettünk, hogy kéne újra igazi, nagy színpadi gyerekdarabot iratni,
ami új, ami a miénk, ami a kortárs, és hogy kit kérjünk fel ennek a megírására, és hát egyből mondtuk, hogy hát a legnagyobb meseíró Csukás Istvánt. Akkor nekem jutott az a feladat, hogy keressem meg Csukás Pista bácsit személyesen, és kérdezzem meg, hogy van-e kedve mesét írni nekünk. A sok minden ötletet felírtunk, de végül a diótörőre esett a választás. Azzal a kitéttel, hogy ne csupán egy karácsonyi mesedarab legyen, hanem az év bármely napján műsorra lehessen tűzni. De mivel még csak gyerek vagyok, az lesz a nevem, hogy Diótörőcske. Jó, de mit kell csinálni egy ilyen fővezérnek? Parancsolni! A hűkatonák mindegy. Nagyon örömmel elvállalta a felkérést, aztán beszerzett mindenféle diótörő feldolgozást, ugye Hoffmann mesén túl, és akkor így elindult egy közös gondolkodás, ő is faragta a dolgokat, a szereplőket, kiválasztotta, hogy kik legyenek a mese szereplői. Ugye hetente jártam hozzá, tehát mindig akkor beszélgettünk egy órát arról, hogy milyen szereplők maradjanak. Így kerültek ki a felnőttek az ő történetéből, és így lett az Egér királyból Fekete király. Kerkai Rita és alkotócsapata egy olyan mesevilágba kalauzolja el a gyermekeket és felnőtteket egyaránt, ahol minden varázslat megtörténhet. A mese életre kell, mert a mi szívünk együtt dobog, mert a történet a gyerekkor varázslatos világába vezet, ahol minden és mindenki életre kell. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!